90 évvel ezelőtt propaganda filmek és fotók készítése céljából 4 napig Kecskeméten tartózkodott a magyar filmiroda 2 munkatársa. Somkuti István operatőr és Balogh Rudolf fotóművész a kecskeméti baromfi kultúráról és a Bugaci pusztáról készített felvételeket. A 2 neves szakember munkáját a helyi sajtó is kiemelt figyelemmel részesítette. A lapok örömmel számoltak be arról, hogy a vendégeket Bugac szépsége annyira elragadtatta, hogy ígéretük szerint legközelebb ismét hosszabb időre eljönnek fényképezni. A híres városban rögzített felvételek egy részét néhány nappal később bemutatta a Magyar Filmiroda. A Bugacon készült film az alábbi szöveget kapta. Bugac, a hazánkba érkező idegenek újabban rendszeresen felkeresik a kecskeméti határ romantikus pusztáját.